Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Bíró Tamara vagyok. Ma július 27-e van, az Olgák és a Liliánák ünneplik névnapjukat. 1950-ben ezen a napon adták át a Belgrádot Zágrábbal összekötő 400 km hosszú autóutat. 364 évvel ezelőtt Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot. 246 éve megszületett Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a kisdedóvók megalapítója. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Megszerezte az első olimpiai aranyát Tokióban a szerb csapat, Milica Mandić tékvándóban győzött. 17 első éves hallgató nyerte el a vajdasági jogász ösztöndíjat. Mondja le a Tanya Színház az idei turnéjának további állomásait, ezt kéri a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az elmúlt 24 órában csaknem 300 új koronavírusos beteget regisztráltak Szerbiában, holnap ülésezik a válságstáb. Megvan az első szerbiai arany a tokiói olimpián. A tékvándós Milica Mandić a dél-koreai Lee Da-bint verte 10-6-ra. A 29 éves sportoló London után pályafutása második olimpiai aranyát szerezte. Jól szerepeltek a vízilabdázó fiúk és a röplabdás lányok is. Damir Miketz egy negyedik hellyel bővítette eredményeinek sorát. Aranyat nyert a tékvándós Milica Mandić a tokiói olimpián, a dél-koreai Lee Da-bint verte 10-6-ra. Az első körben a szerb 5-0-ás részeredménnyel alapozta meg az összecsapást, 6-3-ra vezetett a második két perc után. Az utolsó kör szoros volt, de a szerb a végsőkig keményen odatette magát. London aranyérmese, a 29 éves Milica Mandić pályafutása második olimpiai bajnoki címét szerezte. Második meccsüket is megnyerték a szerb röplabdás lányok az olimpia csoportkörében. A Dominikai Köztársaság után most japán válogatottját múlták felül 3-0-ra. Simán nyertek a szerb vízilabdázó fiúk is az olimpia második csoportmérkőzésén. Kazasztán válogatottját múlták felül fölényesen, 19-5 arányban. A kazahok az első negyedben még igyekeztek tartani magukat, de gyorsan be kellett látniuk a szerbek erőfölényét. Szerbia válogatottja az első meccsén szoros küzdelemben, de kikapott a spanyol együttestől, így a mostani győzelem mindenképp kellett. A férfi 3x3-as kosárlabdázók az oroszokat győzték le 21-10-re. Ez volt az utolsó meccsük a csoportban. 7 győzelem után maximális teljesítménnyel jutottak be az elődöntőbe. A szabadkai Barna Andrei bejutott a 100 méteres gyorsúszás elődöntőjébe, a 13. időeredményt érte el. Nem jött össze az újabb érem Damir Miketznek. A sportlövő a negyedik versenynapon Zorana Arunovicjal a légpisztoly 10 méteres vegyes csapat számában indult. A bronzért küzdöttek, de végül csak a negyedik hely lett meg. Miketz az olimpia első napján ezüstöt nyert, ugyancsak légpisztolyjal a férfiak egyéni versenyében. Miomir Kecmanovic elveszítette teniszmeccsét, francia ellenfelétől kapott ki 2-1-re. A cselgáncsozó Anya Obradović az első körben búcsúzott. A magyar sportolók ma nem szereztek érmet az olimpián, nem is voltak komolyabb esélyeseik. Az úszók felemásan szerepeltek, hegyi kerékpárban azonban bejött egy negyedik hely. A vízilabdás fiúk nyertek, a kézislányok ismét kikaptak. Sok magyar úszó vízbe ugrott, előfutamokban, elődöntőkben versenyeztek. Fináléban nem úszott magyar, így éremért nem folyt küzdelem. Milák Kristóf toronymagasan a legjobb, Kenderesi Tamás pedig az 5. idővel jutott be a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe. A címvédő Hosszú Katinka a 7. időt úszta 200 vegyesen, ő is döntős. Hosszú 200 pillangón visszalépett, mert túl sűrű lett volna a holnapi programja. Elődöntőbe jutott Németh Nándor és Kapás Boglárka. A zentai, de magyar színekben versenyző Szabó Szebasztián 100 méter gyorson a 20. helyen végzett. A 4x200 méteres férfi gyorsváltót kizárták az előfutamból túl korai váltás miatt. Óriási magyar siker született hegyi kerékpárban. Vaskata Blanka a 4. helyen ért célba. 19 évesen, élete első olimpiáján az eddigi legjobb magyar eredményt érte el ebben a számban.
16-11-re legyőzte a házigazda japánokat a férfi vízilabda válogatott a második csoportmérkőzésén. A magyar együttes csütörtökön Dél-Afrikával küzd meg. A női kézilabda csapat ismét kikapott. 33-27-re győzték le őket a brazilok. Első meccsükön a franciák is megverték őket, így egyelőre nulla pontosak a csoportban. Péni István és Mészáros Eszter a hetedik helyen végzett a légpuskások vegyes páros számában. A triatlonos Bragmeier Jeanette a közel sem ideális tokiói időjárás közepette a 12. helyet szerezte meg. Ungvári Attila az első, Őszbas Szofi a második mérkőzésén maradt alul a cselgáncsozók között. Ha a koronavírus a jelenlegi ütemben terjed tovább Tokióban, akkor az olimpia is veszélybe kerülhet. Erre figyelmeztetnek a japán kormánynak tanácsot adó egészségügyi szakértők. A fővárosban a járvány miatt augusztus 22-ig érvényben lévő negyedik rendkívüli állapot az augusztus 8-áig tartó olimpia teljes időtartamára vonatkozik. Ma rekordszámú napi 2848 új koronavírus fertőzést jelentettek a hatóságok. Ez a szám meghaladja a január 7-én regisztrált korábbi rekordot, a 2520 esetet. Tokióban a hétnapos átlag közel 50%-kal nagyobb az előző heti számnál. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy a japán fővárosban kritikus koronavírus helyzet alakulhat ki. Sikeres elbírálásban részesült a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program minden pályázója. A felhívásra 17 elsőéves joghallgató jelentkezett, akik a szerbiai jogi karok egyikén kezdik majd meg tanulmányaikat. A program Magyarország kormánya igazságügyi minisztériumának pénzügyi támogatásával valósul meg. A pályázati felhívásra 17 elsőéves hallgató jelentkezett, 5-en az Újvidéki Egyetem jogi karára nyertek felvételt, 12-en pedig az Újvidéki Gazdasági Akadémia Univerzitás Gazdasági és Igazságügyi Jogi Karának szabadkai kihelyezett tagozatán kezdik majd meg tanulmányaikat. Az elbírálás folyamata során már azzal az örömhírrel szembesültünk, hogy valamennyien már el is küldték a beiratkozásról szóló bizonylatukat, úgyhogy a felvételi első akadályát sikeresen vették. Mind az Újvidéki Egyetem, mind pedig ugye a Szabadkai Gazdasági Akadémia kihelyezett karán mindössze egy hallgató van, aki nem juttatta el még a beiratkozásról szóló bizonylatát. A Vajdasági Jogász Ösztöndíj program egy sajátos modell értékű lehetőség, mondta el Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Ez arról árulkodik, hogy a jövőben nyilvánvalóan, hogy más olyan hiány szakmánál, hogy úgy érezzük, hogy nagyon fontos és nagyon jelentős a fiatalokat ösztönözni arra, hogy itt a szülőföldön, hiszen ezt szeretnénk elmondani szülőföldön, a szerb nyelvet is vállalva, és maga az ösztöni program lehetővé teszi, hogy szerb nyelvi képzésen vegyenek részt a hallgatók, hogy megerősítsük mindabban őket, amely ide kötheti őket, mind munkájukban, mind családjukkal, mind pedig boldogulásukban. Dr. Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti frakcióvezetője szerint radikális változásra van ahhoz szükség, hogy ne tűnjenek el egy-két évtized múlva a magyarul is tudó jogászok a magán és a közszférából. Ezt a gondot orvoslandó döntöttünk úgy még másfél évvel ezelőtt, hogy tárgyalásokat kezdeményezünk Magyarország kormányával, az Igazságügyi Minisztériummal, és mi azt mondtuk, hogy első évben minden bizonnyal elegendő lesz, ha 10 ösztöndíjat biztosítanak azoknak a vajdasági magyar fiataloknak, akik a jogi szakmát szeretnék választani. Örömmel tölt el ebben az esetben az a tény, hogy tévedtünk, a 10 ösztöndíj nem elegendő, hiszen 17-en jelentkeztek. A pályázati ösztöndíjakról szóló szerződéseket augusztus második felében írják alá, a támogatások havi összege pedig 100 000 forint dinár ellenértéke 10 hónapon keresztül. A pályázattal kapcsolatban bővebben a Híradó Pluszban foglalkozunk.
mondja le a Tanya Színház az idei turnéjának további állomásait, ezt kéri a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Mint Hajnal Jenő fogalmazott, a Tanya Színház repertoáriára az elmúlt években olyan darabok kerültek, amelyek az öncélú közönségességet, a parttalan ízléstelenséget, a közönség alpári provokálását jelenítették meg. A legutóbbi előadás Ödön von Horváth Kazimír és Karolina című darabja épp a gondtalan, minden korosztálynak szóló színházi élményt nem tudja elvinni közösségeinkbe. A társulat előadása a Tanya Színház fényes múltját, örökségét kérdőjelezi meg, húzta alá Hajnal Jenő. A Magyar Nemzeti Tanács, amely nemzeti jelentőségűvé minősítette a Tanya Színházat, elfogadhatatlannak tartja, hogy a társulat idei körútja folytatódjon. Arra kérte a szervezőket, hogy mondják le a többi helyszínt, mindezt annak reményében, hogy közös erővel újra gondolhassák a színház működését és repertoáriát. A Magyar Nemzeti Tanács elnökének teljes közleménye honlapunkon olvasható. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének szervezésében a délvidéki gazdák is részt vesznek a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programban. Az adományozott búza mennyisége a kezdeti néhány száz kilogrammról múlt évben már meghaladta a 20 tonnát. A felajánlott gabona adományokat gyűjtötték össze Zentán, ahol rekordmennyiségben bíznak a szervezők. Az adakösségi gazdák is örömmel csatlakoztak az immáron 11 éves múltra visszatekintő programhoz. Ada ugye, Mohol, Völgypart, valószínű, hogy Törökfalu külön hozza majd az ő gyűjtését. Közel 40-41 termelő vett részt ebben a mi akciónkban. 2250 kg buzát sikerült az idén összegyűjteni. Ez a mennyiség, ez évenként nül. Török Anizsa községből 18 termelő csatlakozott a programhoz, és segítségükkel 850 kg búzát sikerült összegyűjteni helyben. A gazdák örömmel vesznek részt ebben az adományozásban, főleg azért, mert kisgyerekes családoknak, illetve olyan intézményeknek tudnak segíteni, akik gyerekekkel foglalkoznak. A felajánlott búza mennyiséget lisztre cserélik, és a térségünkben a gyermekekkel foglalkozó intézményeket, civil szervezeteket, nagycsaládos egyesületeket, sérült gyermekekkel foglalkozó szervezeteket, diákotthonokat és rászoruló családokat tudnak támogatni ezzel. Minden évben, amikor meghirdetjük, akkor azt a föliratot, ami hátunk mögött is látszik, azt a szoktuk a hangoztatni, hogy kérem szépen, egy gyerek mosolya többet ér minden pénznél. Az idei évben bízunk benne, hogy a múlt évnek a mennyiségét meg fogjuk növelni. Most jelen pillanatban egy óra után, tehát egy óra elmúlt, amióta elkezdtük gyűjteni, már több mint 6 tonna mennyiséget sikerült összeszedni. Jelképesen idén is minden búzaadományból egy maréknyi adagot közös dézsában gyűjtöttek össze a szervezők, amelyet az Opusztaszeren augusztus 6-án megtartandó összeöntés ünnepére visznek majd. Szeptemberig új intézkedéseket fogadnak el a születésszám növelésére. 5000 euróra tervezik a megszületett gyermekek után járó állami támogatást Szerbiában. Erről beszélt Alekszandar Vučić, miután fiatal sportolókkal találkozott. A szerb államfő úgy fogalmazott, az ország jövője a natalitás növelésében rejlik, ezért jelentősen megemelik az újszülöttek után járó támogatásokat. Nekim siromašnim sredinama ili ne onim najbogatijim doprineti da imamo više dece, jer to predstavlja naš najveći problem. Lako se društvo obnovi kada imate više dece. Súlyos közlekedési baleset történt tegnap este Szabadkán, a Jován Mikity utca külvárosi szakaszán. Egy ember a helyszínen meghalt, egy másik súlyos sérüléseket szenvedett. Egy kamion és egy motoros ütközött össze, előbbi nem adta meg az elsőbséget. A motort vezető 20 éves sofőr nem élte túl az ütközést. A rendőrség elvégezte a helyszínelést, a kamion vezetője ellen eljárás indul. Hűvösben mostanság 35 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, ami a napon jelentősen magasabb. Ennek hatása szemmel látható a termőföldeken, de a kánikula nem csak a termésben tehet komoly károkat. A mezőgazdasági munkálatok végzése folyamán is fontos az elővigyázatosság. Mert
Egy héttel ezelőtt a pirosi határban közel 70 liter csapadék esett, aminélkül nagy kár keletkezett volna a termésben. Vajdaság szerte az aszály, a nagy hőség nem egyformán érintette a termést. A búza hozama jó, de keveset vetettek, szójából pedig van bőven, de a hozam még kérdéses, mondta el Varga Attila, pirosi termelő és a Magvető magazin szerkesztője. Nálunk itt, hát hogy úgy mondjam, közepes kilátások vannak, tehát nincs katasztrófa annyira, hogy teljes hozamkiesés ígérkezne vagy lenne. Majd meglátjuk, hogy mit hoz ugyan az elkövetkező napok időjárása. A kánikula nem csak a termésben tehet kárt, hanem a földeken dolgozók egészségét is megviselheti. Főleg a tűző napon a sorok között gazolók vannak kitéve a veszélynek. A vajdasági földeken gyakran nincs is hűvös, ahova el lehetne húzódni. Pirosi határban aránylag kevés zöldségféle van, gyümölcs, ami hát munka igényes volna, ugye? Hát a termőföldeken a gazdák azok inkább a permetezést vállalják. Az igaz, hogy szárazság volt a növényzet, a kultúrnövények lemaradtak a fejlődésben, de a gaz nem. Akár a földeken dolgozik valaki, akár csak egy rövid séta erejéig kényszerül a szabadba, nem mindegy, hogy milyen eledelt visz magába. Fontos az elegendő folyadék, a nehéz, fűszeres és zsíros ételeket pedig kerülni kell. Kao što je sama priroda toliko je savršena i sklona regeneraciji, tako smo i mi treba da budemo u skladu sa njom. Dakle, sve što je sada sezonski, sve što je narandžaste boje, što ima končaste, odnosno vlakna biljna, dakle to su breskve, nektarine, dinje, lubenice, bundeve, naravno svo voće i povrće sa našeg podnevlja, šljive također da ne zaboravimo, one su nam izuzetno bitne i kajsije. To bi trebalo da jedemo u malo većim količinama nego što inače jedemo voće, recimo u zimskom periodu. Főételeknél a könnyebb, tyúk és pulykahúst, valamint halakat részesítsük előnyben. Ha lehet, teljes kiürlésű gabonából készült kenyérrel és sok salátával. Ajánlják a szakemberek. A nagy hőségben legtöbben a vízpartokon és a medencéken keresik a felfrissülést, már a munkanapokon is megtelnek a strandok, hétvégén pedig még többen mennek fürdeni. Ez azonban veszélyes is lehet. Már délelőtt sokan kilátogattak az újvidéki strandra egy kis felfrissülés reményében. A héten is kánikula lesz, a hőmérséklet akár a 40-41 fokot is elérheti, valamint szerdától erős UV-sugárzásra is figyelmeztetnek a szakemberek. Testünk rosszul reagál a hirtelen hőmérséklet változásra, így akár szívleállást is okozhat, ha a nagy hőségben hirtelen megyünk be a vízbe. Nena Daksin tapasztalt sportolóként tudja, hogyan védekezzen a hőség ellen. Az edzést egy hideg zuhannyal és bemelegítéssel kezdi minden reggel, mielőtt bemenne a vízbe. Na strandu sam svako jutro, uglavnom treniram, malo plivam, malo vežbe snage i tako, ovdje je veoma lepa priroda, ljudi su prijatni, veoma je prijatno zaboraviti, svako preporučiti. Az újvidéki strandon teljesen biztonságos a fürdés, mivel a vízi mentők képzettek és szervezettek, mondja a koordinátor Dragan Begovic. Osnovna stvar je preventiva. Znači, mi se ovdje uglavnom bavimo preventivom, imamo zonu bezbednosti obeleženu bovama, trudimo se da držimo ljude u zoni bezbednosti. A törvény szerint ott, ahol több mint 2000 ember tartózkodik víz közelben, kötelezően szükség van orvosi jelenlétre. Az újvidéki strandon július elején napi 20-30 embert láttak el. Ez a szám mostanra csökkent. Savjeti pre svega da se polagano ulazi u vodu svakako, da se ne ulazi pod dejstvom alkohola, pod dejstvom nekih psihoaktivnih substanci i svakako ne punog stomaka, dakle bar 30 minuta nakon obroka treba malo odmoriti pa tek onda ući u vodu. Ezen kívül nem ajánlott a strandolás délelőtt 10 és délután 4 óra között. Pontos a megfelelő fényvédő használata is legalább 2 óránként.
Szerbiában az elmúlt egy napban 290 új koronavírusos esetet regisztráltak, és 10.446 ember teszteltek a vírusra. Három beteg meghalt, ezzel 7.108-ra emelkedett a halottak száma. Kórházban 341 beteget ápolnak, 11 ember pedig lélegeztetőgépen van. Holnap ülésezik a szerbiai válságstáb, a tanácskozáson a koronavírus járvány jelenlegi helyzetét tekintik át. A szakemberek szerint romlanak az adatok az országban, hétről hétre egyre több a fertőzött. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy szeptembertől jöhet a COVID negyedik hulláma. Ezt a minél tömegesebb oltással lehetne megakadályozni, az emberek jelentős része azonban nem hajlandó felvenni a koronavírus elleni vakcinát. Az ország felnőtt lakosságának valamivel kevesebb, mint a fele élt az oltással eddig. A koronavírus delta variánsa dominál most Európában. Ez a fajta 40-60%-ban fertőzőbb, mint az alfa variáns, áll az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ jelentésében. Kiemelik, hogy a vírus gyors terjedése megakaszthatja a járvány megállítása érdekében tett eddigi erőfeszítéseket. Mint írják, a teljes átoltottság jelenti a legjobb védelmet a COVID-19 minden fajtája ellen. Becslésük szerint a delta vírustörzs augusztus végéig az EU-ban keringő összes koronavírus fajta 90%-át fogja kitenni. A felnőtt lakosság fele sem vette fel a koronavírus elleni védőoltást Nyugatbácskában. A járványhelyzet egyelőre rendkívül kedvező, ugyanis a kórházban egyetlen beteget sem kezelnek COVID-19 betegség miatt, és csak 10-en vannak házi karanténban. A környező falvakat is már három ízben bejárták, hogy a mozgásképtelen beteg személyek is oltakozhassanak, mondta el dr. Úri Emese, a zombori dr. Gyorgya Lázics egészségház igazgatója. A községben 65 ezer felnőtt él, 48%-uk oltakozott. Ebben a pillanatban 61 ezer, több mint 61 ezer oltást adtunk le. Első oltást 31 ezeren kaptak meg, teljesen beoltottak 31,5 ezeren vannak. Hogyha figyelembe vesszük, hogy a zombori községnek 65 ezer felnőtt lakossa van, akkor ez egy nagyon jó mutató. Én hiszem, hogy az elkövetkező időszakban tehát egy jó százalékkal fogunk mutatkozni. A nagy meleg ellenére folyamatosan érkeztek az egyetlen oltópontra. A zombori Szuzana Benyák férjével a Pfizer második dózisát vette fel. Razlog je ovaj novi talas što ne ilazi. Malo se bojim šta bi moglo da bude, suprug je bolestan, srčani bolesnik. Tako da ipak mislim da bi to trebalo da se uradi. Mások inkább az utazás lehetősége miatt döntöttek úgy, hogy felveszik a vakcinát, és ők leginkább a kínai gyártású Sinopharm oltóanyag mellett döntenek. Nije obavezno, nego nam traže na granici, znači ili test, ili da smo vakcinisani. I zato ste se odlučili za? Samo sam se zato odlučila za vakcinisanje. Slučajno u prolazu, pa rekao da vidim, pa da primim i ja, što da ne, da im šta je to. A zombori fedett medence előcsarnokában kialakított oltóponton minden vakcina elérhető minden nap, reggel 7-től délig. 26 új fertőzött és egy halott, ezek a keddi hivatalosan közölt adatok Magyarországon. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházakban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők közt van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból az egyik legbiztonságosabb ország. A beoltottak száma az 5.601.000-hez közelít, a második oltást már több mint 5.390.000-en megkapták. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. Ingyenes hepatitis B és C, valamint HIV szűrést végeznek holnap a Szabadkai Közegészségügyi Intézetben. Zongorát kapott ajándékba Péter Réve, ingyenes foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek.
A boszniai szerb köztársaság illetékesei bojkottálják a bosznia-hercegovinai intézmények munkáját. Banja Lukában a boszniai szerb köztársaságban lévő pártok vezetői arról döntöttek, hogy nem vonulnak ki a közös intézményekből, viszont azok munkájában nem vesznek részt, döntéseket nem hoznak. Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina elnökségének szerb tagja bejelentette, a boszniai szerb köztársaság politikusai bojkottálják a parlament működését, továbbá Bosznia-Hercegovina elnökségének és a miniszterek tanácsának munkáját. A felháborodást, illetve az azt követő döntést az idézte elő, hogy a napokban Valentin Inzko megtiltotta a szrebrenicai népirtás tagadását. A nemzetközi közösség leköszönő boszniai főképviselője módosította a bosznia-hercegovinai büntető törvénykönyvet is. A rendelkezés szerint börtönbüntetést kaphat, aki nyilvánosan tagadja a népirtást, vagy más, előzőleg már illetékes bíróságok által megerősített háborús bűncselekményt. Alexander Vučić sajtótájékoztatóján azt mondta, Belgrád követi a folyamatokat, és támogatásáról biztosította a boszniai szerb köztársaságot. A szerb államfő szerint hamarosan javaslattal áll elő, amely a bosnyák féllel való tárgyalást segíti majd. Hatalmas robbanás volt a németországi Leverkusenben. A detonáció a vegyipari vállalatok számára fenntartott ipari parkban történt. A vastag füst kilométerekről látható volt. A német hatóságok extrém veszélyesnek ítélték meg a helyzetet, és arra kérték a lakosságot, hogy csukják be az ablakokat és az ajtókat, és ne hagyják el otthonukat. A tűzoltókat az egész régióból a helyszínre riasztották. A hatóságok több közeli autópályát is lezártak, a robbanás oka egyelőre nem ismert. A hepatitis világnapja alkalmából ingyenes hepatitis B és C, valamint HIV szűrést végeznek szerdán a Szabadkai Közegészségügyi Intézetben. A vizsgálatot 7 és 14 óra között végzik. Az ingyenes szűrésre bárki elmehet, nincs lakóhelyhez kötve és semmilyen papír nem szükséges. A hepatitis a mággyulladásos betegsége, amelyet 5 féle vírus okoz. Ezek közül a leggyakoribb vírus a hepatitis B és C. A 2020-as adatok szerint Szabadkán nem regisztráltak hepatitis A fertőzést, viszont volt egy B és 4C krónikus fertőzött. A hepatitis A és B ellen egyébként van vakcina. Szerbiában 2005 óta ez kötelező védőoltás. Ezek a számok alacsonyak, de ez a trend, ez a tendenció már régóta van, tehát már több mint 50 éve van tehát ilyen járványtani szempontból ellenőrzések, és észrevettünk, hogy egyre kevesebb és kevesebb beteget regisztráltunk, ami persze teljesen kedvező, és várható, hogy nem csak nálunk, hanem egész Európában 2030-ig a virális hepatitiszek nem lesznek olyan járványtani közegészségügyi problémánk, mint ma. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg Kishegyesen az Anna Napok rendezvénysorozat. Szőke Anna és a Helyi Értéktár Egyesület azok az 50-es évek elnevezésű tárlat megnyitóját követően a Szent Anna templomban ünnepi szentmisét celebráltak. Idén olyan programok gazdagítják az Anna Napok programját, amelyeknek a tavalyi évben gátat szabott a járványhelyzet. Zongorát kapott ajándékba Péter Réve, a hangszernek köszönhetően ingyenes zenei foglalkozásokon ismerkednek a zeneművészet alapjaival a falu apróságai. A zongorát a Tisza Néptánc Együttes alapítója Kódé Károly lánya adományozta Péter Révének. Gyerekdalokat tanulnak apróságok Péter Révén, és a xilofonnal is ismerkednek már. A foglalkozásokat a helyi közösségben tartják. Tanuljuk a koppantást, a hangokat, meg az éneklést, meg a szilofonozást. A faluban nincs zeneiskola, ezért is örülnek a szülők a lehetőségnek, hogy a zene alapjaival most már Péter Révén is megismerkedhetnek a gyerekek. 2-3 óra elteltével már otthon is megtanulta az első boci-boci tarkát lejátszani xilofonon, úgyhogy neki ez egy hatalmas nagy élmény, hogy ő egy hangszeren tud játszani most. Az én kislányom az egyik legfiatalabb indulója magának az oktatásnak, viszont már látok pár pozitív dolgot, ugyanis ugye otthon bár a metalofonon egy kicsit klimpírozva játszott eddig, de már elkezdte helyesen használni az ütőt,
és elkezdett helyesen hangokat egymás után lejátszani, ugyanakkor megismerkednek magával a zongorával is. A zongorát egy évvel ezelőtt kapta ajándékba a falu, de a járványhelyzet miatt csak most kezdték el használni. Az ingyenes foglalkozásokat július eleje óta Faragó Andrea tartja. Speciálon nincs lehetőség arra, hogy zeneiskolába járnak a gyerekek, ezért én úgy gondoltam, hogy megadom nekik a lehetőséget, hogy megtudják, milyen az a zene, milyen zenetanulás, és akkor, hogyha ők ezt megcsinálják, ezt a rövid tanfolyamot, akkor ők beiratkozhatnak Becsér vagy Adára a környező zeneiskolák egyikébe. Ez egy ilyen előkészítő. Valójában énekelünk, metalofonon tanulunk játszani, hangértékeket tanuljuk. Az 5 éve elhunyt Kódé Károly 1980-ban alapította meg Péter révén a Tisza Néptánc Együttest. Hangszereit is a Művelődési Egyesületnek ajándékozta. A családi zongorát, amely több generációt is kiszolgált, Kódé Károly lánya, Bertuk Eleonóra adományozta a falunak. Most már nagy hasznát otthon nem vesszük, olyan értelemben, hogy nem mindennapi használatban lenne, és akkor miért ne adományoznánk mi is a falunak, ugyanis a falubeli gyerekek hasznát veszik, ismerkednek a hangszerrel, ismerkednek a zenével, a zeneművészettel, és ez nekünk is örömünkre szolgál. A foglalkozásokat heti két alkalommal, két korcsoportban tartják a Péter Révei helyi közösségben. Pozitív elbírálásban részesült a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program minden pályázója, a támogatások havi összege pedig 100 000 forint dinár ellenértéke 10 hónapon keresztül minden évben. A felhívásra 17 első éves joghallgató jelentkezett. Az ösztöndíj pályázat kapcsán dr. Pásztor Bálinttal, a VMS köztársasági parlamenti frakció vezetőjével Bartus Bella beszélgetett. Köszöntöm a nézőket! A Vajdasági Jogász Ösztöndíj program felhívására 17-en jelentkeztek. Az elbírálás megtörtént, a témával kapcsolatban pedig dr. Pásztor Bálintot kérdezem. Tehát 17-en jelentkeztek, és mindannyian megkapták. Hogy alakult így, hogy mindenki megkapta, illetve ők milyen juttatásra számíthatnak majd? Magyarország kormányának igazságügy minisztériuma és a Magyar Nemzeti Tanács döntött úgy, hogy kipótolja a forrásokat, és az eredetileg 10 főre meghirdetett lehetőségrendszert kiterjeszti mind a 17 jelentkezőre. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés, ugyanis nagyon pozitív hangulatú, komoly kampányt csináltunk az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy minél több vajdasági magyar válassza a jogi tanulmányokat, a jogász hivatást, és nagyon rossz lett volna, hogyha valahol meg kellett volna azt a képzeletbeli vonalat húzni. Így, hogy kipótolták a forrásokat, így ez azt eredményezi, hogy mindenki, aki beadta a pályázatát, megkapja a jogász ösztöndíjat, ami a támogatás összegét illeti, ez egy nagyon tisztességes összeg, hiszen évi 1 millió forintról van szó 4 éven át. Másképp megfogalmazva, havi 100 000 forint 10 hónapon át minden évben, tehát összesen a 4 év alatt 4 millió forintot lehet azzal keresni, ha valaki jól tanul, és 4 év alatt elvégzi a jogi kart. Ez azért fontos, mert jogász utánpótlás terén igencsak gyengén állunk, és reméljük azt, hogy ennek a lehetőségnek köszönhetően pozitív értelemben fog ez változni a következő években. Mint ahogy mondta is, Vajdaságban ezek szerint hiány van a magyar ajkú jogászokból. Hol tudnak ők elhelyezni? Helyezkedni majd a tanulmányaik befejeztével, gondolom nem marad senki munkanélkül. Én egyetlen egy vajdasági magyar munkanélküli jogászt sem ismerek, ugyanakkor napi szinten vannak megkeresések, hogy kellenének jogászok a közigazgatásba, az önkormányzatokba, a közvállalatokba, alapítványokba, magán cégekbe, úgyhogy azt gondolom, hogy helyesen mondtuk azt az ösztöndíj meghirdetését követően, hogy sokoldalú elhelyezkedési lehetőséget kínál a jogi végzettség, és ezért
ajánlottuk azt a fiataloknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, úgyhogy bízom benne, hogy be fogjuk tölteni azokat a lehetőségeket, amelyek annak köszönhetően teremtődtek, hogy az elmúlt években a jogszabályi háttér vonatkozásában a részarányos foglalkoztatás a maga helyére került, azaz nyílnak a lehetőségek, csak nagyon gyakran nem volt kivel betölteni ezeket az állásokat. Természetesen ez egyik napról a másikra nem fog megoldódni, hiszen 4 éves a jogi kar is, mint a szinte az összes egyetemi kar Szerbiában, de középtávon már nagyon jelentős előrelépésre számítunk, és hát természetesen nem egy egyedi lehetőségről van szó, jövőre és azaz követő években is ezt a lehetőségrendszert meg fogjuk hirdetni, fönn fogjuk tartani, sőt el tudom azt is képzelni, hogy bővíteni kell majd, remélem, bővíteni kell majd a jogász ösztöndíj számát. Egy személyesebb hangvételű kérdés, jogász lévén milyen tapasztalatai vannak, milyen szépségei vannak ennek a szakmának? Nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy a jogot magolni kell, és hogy nagyon száraz, nagyon unalmas. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Minden egyetemen tanulni kell teljesen függetlenül attól, hogy éppen természettudományi vagy társadalomtudományi irányultságú szakmáról van szó, ami pedig a sablonosságot, vagy a száraz mi voltát illeti a jogi szakmának, ezt is meg lehet cáfolni, hiszen ugyanúgy, ahogy az orvoslásban, vagy a gyógyszerészetben, vagy a bármelyik mérnöki területen, itt is minden probléma másfajta hozzáállást, másfajta megoldást igényel, lehetőség van a kreativitásra, és a jogi kar megtanítja az embert rendszerben gondolkodni, ami azért az élet sok területén egy fontos tulajdonság. Ezen kívül pedig egy széleskörű általános és jogi műveltséget biztosít a jogi kar. Ezt azt gondolom, hogy mindenki megerősítheti, aki valamikor az elmúlt évtizedekben elvégezte jogi kart. Köszönjük szépen! Híradó Pluszt Bartos Bella tudósította Szabadkáról. Eddig tartott a híradó, lássuk, melyek voltak a nap kiemelt hírei címszavakban. Megszerezte az első olimpiai aranyát Tokióban a szerb csapat, Milica Mandic tékvándóban győzött. 17 első éves hallgató nyerte el a vajdasági jogász ösztöndíjat. Mondja le a Tanya Színház az idei turnéjának további állomásait, ezt kéri a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az elmúlt 24 órában csaknem 300 új koronavírusos beteget regisztráltak Szerbiában, holnap ülésezik a válságstáb. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha még több hírt olvasnának, keressék fel honlapunkat, a pannonrtv.com-ot, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk a továbbiakban is, szép estét, viszontlátásra!